Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Szövetkezeti működés, panaszok vagy panaszos lakók, nagyjából így tudom jellemezni az elmúlt hetek történését. Mai adásunk középpontjában is az egyes számú Székesfehérvári egyes számú lakás fenntartó szövetkezet működése, illetve az ott élők, a szövetkezeti tagok, lakók panaszai állnak majd a középpontba. Stúdiónk vendége Szabó Melinda, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és rögtön egy helyreigazításra is kezdene. Igen, én is köszönöm a lehetőséget. Hát két dologgal kapcsolatban a kellene helyreigazítást tenni a hitelekkel kapcsolatban, de előtte a múltkori műsor az tulajdonképpen a panel programos felújításokat érintette és a hitelekkel kapcsolatban. A hitelekkel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy állandóan a szövetkezettől azt kapjuk, hogy mi minden, tehát azt a hamis állítást kapjuk, hogy a tagság mindig mindenről tájékoztatva van. A panelprogramos felújítások az körülbelül 1,2 milliárd forintos, nem millió, milliárd forintos beruházás volt. Ezzel kapcsolatban én összegyűjtöttem, hogy két dokumentumot kaptunk a szövetkezettől. Az egyik az az volt, amiben közölték, hogy a hitelekért pluszban milyen összegeket kell fizetni, a közös költség rendszeres havi üzemeltetés és felújítási díjain kívül. A másik pedig az volt, hogy kaptunk egy ilyen összesítőt, hogy mi mennyibe került, és hogy a pályázati díjnál ezt az összeget, amit előzőleg egy igazgatósági határozata megállapították, ezt milyen hosszan, tehát 2012. hónapig fizetni kell. Az, hogy egy eljárásban, a szövetkezet ellen indított eljárásban, én megtudtam azt, hogy a mi lépcsőházunknál volt 1,5 millió forint visszautalás, az a mi privát szerencsénk volt, de azt, hogy tulajdonképpen a polgármesteri hivatal mennyit utalt vissza összesen a szövetkezetnek, azt csak 14-ben tudtuk meg a polgármester úr egyik újságcikkéből, hogy 120 millió, több mint 120 millió forintot visszautaltak a szövetkezetet. Ez lett volna a panel programma. És most a helyreigazításokkal kapcsolatban szóba kerültek az, hogy lekötések, LTP lekötések és hogy hitelek felvétele, és én azt mondtam, hogy a 13-as küldőgyűlésben az szerepel, hogy 12-13-ban felvett hiteleket tartalmaz, ami a gáz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos felvett hitelekről van szó. És én itt lenne a helyreigazítás, hogy a 12-be úgy nézett ki, hogy nem tudtam arról, hogy a szövetkezet vett fel hitelt, de most utána néztem, tehát az egyik helyreigazítás arra vonatkozik, hogy vett fel. Méghozzá a Rákóczi 27-29 ABC, tehát 6 lépcsőházról van szó, azért, mert 2010. május 17-én egy villamossági felülvizsgálatot csináltak ebbe a két épületbe, és kiderült az, hogy borzasztó nagyfokú hiányosságok vannak, a szabványoknak nem felel meg semmi, akkor a keresztmetszete a villanyvezetékeknek nem megfelelő, akkor nincs bekötve az érintésvédelem hálózatban, nem megfelelő módon van a nullázás, érintésvédelme kialakítva. Tehát ezzel kapcsolatban csak az a problémám, hogy a kezdetektől kezdve a szövetkezet az üzemeltetője az épületnek, hogy ez miért csak 2010-ben derült ki. Majd az egyik ott lakó pert indított a szövetkezettel szembe, mert kiderült, hogy 2012-ben hitelt, tehát ami itt megírt a 2012-ben jelenték, hogy hitelt akarnak felvenni. Hát a szövetkezet azt írja, és ezt adta be a cégbíróságra, hogy elektromos rendszer olyan állapotban volt, amely nem csak anyagi kár bekövetkeztével fenyegetett, hanem élet, egészség, testi épség veszélyeztetésével járt. A felmérés állapot a nulla vezeték hiánya halálos áramütéshez, elektromos tűzhöz vezethetett volna beláthatatlan következményekkel. Tehát ez a szövetkezet hibája, hogy 2010-ig nem derült ez ki, hogy ebbe a két épületben ilyen súlyos problémák vannak. Na, kiértesítették 2012. június 22-én a lakókat, hogy hoztak igazgatósági határozatot, és hiteleket akarnak felvenni. Hát óriási felzódulás volt, mert előzőleg a tagság ezekről semmit nem tudott.
tartottak egy rendkívüli tagértekezletet, ahol Ódor úr a következőt mondta. Gáz és villannyal együtt 250 ezer forint, ez tartalmazva ez a tervezési díjat, az Areco beépítés, hatósági nyomtatványok, stb. Tehát azt állította ezen a tagértekezleten, rendkívüli tagértekezleten a tagságunk, hogy 250 ezer forint. Majd kiértesítik őket, hogy egy összegbe fizessenek be, aki tud 327 ezer forintot, aki viszont nem tudja egy összegbe, az visszapótlásként majd 380 ezer forintot. És 13. április 25-i küldőgyűlésen ezt le is papíroztatják, tehát hogy 12-ben hoztak igazgatósági határozatokat, és megkapják 13-ban már, 13-at írunk, amiben közlik, hogy elektromos alapvezeték cserére 15 millió több mint 600 ezer forintot akarnak elkölteni, majd gázszabványosításra 3,2 és Aleco cserékre 1,3 millió forintot, tehát ez körülbelül a 20 millió 200 ezer forint. Az OTP banktól kívánnak felvenni 15 millió 583 millió forintot. Na már most. Ez azért érdekes, mert majd közlik az, hogy van az épületnek egy lakástakarék pénztára, amivel, ami lejár majd 19.02 hónapba, tehát tavaly járt le, és 13 millió 250 ezer forint a maximális összeg. Nem is értem, hogy ha ez a maximális összeg, akkor hogy gondolják, hogy 15 milliót erre felvesznek. De nem is ez a gond, hanem az a gond, hogyha megnézzük az előbb említett összegeket, amit azt írják, hogy 76 hónapon keresztül kellett fizetni. Hogyha azt veszem, hogy 60 lakásról van szó, 58-nál mondom, nem tudom pontosan, hogy mennyi volt, aki egy összegbe befizette, egy emberről biztosan tudom, de tételezzük, hogy kettő volt, és mondjuk 58 marad, aki vállalta a részletekbe való visszafizetést, akkor az ott lévő lakók körülbelül 22 millió 700 ezer forintot fizettek fel. Tehát azt szerettük volna megtudni, hogy mennyi volt ez a hitel tulajdonképpen, amit felvettek, mert a tagokkal ennyit fizettettek vissza, és az LTP elszámolásokban, amit nagy nehezen végül is megkaptunk a tavalyi küldőgyűlésbe, de egy katyvasz az egész, ott nem azt írták, hogy csak annyit írtak, hogy ez a hitel lejár, és ezután a hitel után 4,7 millió forintot fizettek be. Na már most, hogyha a 15 milliót vettek föl, ebből a 22 millió 700-ból kifizették meg még a költségeket, mondjuk egy 700 ezer forintos költséggel, akkor is ott maradt 7 millió forint. Azt mondjuk az LTP-kre fizették, mert nem tudjuk azt, hogy a lakástakarék pénztári befizetések azok miből mennek. Azt is tisztázni kellene, hogyha abból a fennmaradó összegből fizették, akkor viszont nem ennyi pénznek kellett volna lenniük, hanem jóval magasabb összegnek. És mondjuk 2013 óta próbálnak erre a kérdésre választ kapni, de nem kapnak azóta sem? Vagy, mert ugye azért ez nem egy mostani történet, hiszen 2020-at írunk, tehát akkor... Az a probléma, hogy a küldőgyűlési anyagokban való elszámolások azok aggályosak. Ezt tulajdonképpen a küldöttnek kellene tisztázni, vagy az adott épületnek a közösségi megbizottjának. De mivel mondtam, hogy gond van a közösségi megbizottakkal és a küldöttekkel is, tehát a küldöttnek kellett volna itt rákérdeznie. Mert ahogy átnéztem a küldőgyűlési anyagokat, 2010-es évben itt, minden lépcsőházban 30 ezer forintot elszámoltak villamos fővezeték felújításra. Majd 2011-ben elköltötték 15 millió forintot, mert 2 millió 500 ezer forintot költöttek el minden lépcsőházba a 2010-ben tapasztalt életveszélyes helyzetnek a megszüntetésére. Tehát nem 15.600 ezer forintot, hanem csak 15 milliót. És végignéztem én itt az adott két épületnek az elszámolásait, hát azokkal is gond van. Például megjelölik azt, hogy itt kirakták az egyik évbe
ezek a menekülési piktogramokat. A menekülési piktogramokkal kapcsolatban is elég magas összeget számoltak el. Meg azt sem értem, hogy a mellékvizóra cseréket miért rakják be tulajdonképpen a felújítási munkákhoz, holott ezek a vízóráknak a hitelesítése az úgy történik, hogy a szövetkezet valóban megelőlegezi, hogyha a tag nem saját maga intézi, 6 hónapon keresztül visszatörleszti a szövetkezetnek, de ezt a pénzt a szövetkezet megkapja. Nem értem, hogy miért számolják át a mellékvízmúra cseréket a rendes kimutatásba. Az tulajdonképpen csak egy átfolyó összeg, ami visszamegy a szövetkezethez. Tehát a vízórák elszámolása is aggályos. Jó lenne azt is éves bontásban megtudni, hogy hány vízórát cserétek éves viszonylatban, ki fizette egyszerre, kifizette részletre, mennyit fizetett vissza, és mennyivel tartozik. Egy egyszerű táblázatban a szövetkezet tájékoztathatná a tagságot. Akkor mondhatjuk azt, hogy itt is alapvetően a tájékoztatás, vagy az információ hiányával van alapvetően gond, mert aztán lehet, hogy ez, amit mondott, hogy a számok nem egyértelműek, lehet, hogyha tájékoztatást adnának, vagy információt adnának róla, akkor már is egyértelműbbé válnának ezek a számok. Valószínű, de itt például az LTP elszámolásoknál, itt feltételezem, ez a saját véleményem az, hogy szándékosan történt ilyen zavaros kimutatás, ahelyett, hogy részletesen közölték volna azt, hogy ilyen LTP-t fizetek, tehát LTP-t nyitottak ezen a számon, ilyen havi befizetéssel, ennyit fizettek be a tagok, ennyi kamat, ott valószínűsítenek, ennyi 30%-os állami támogatást kapunk hozzá, és tulajdonképpen melyik munkára vették föl, tehát kellett volna azokról részletes elszámolás, hogy amikor 2013-ban fölvettek egy csomó hitelt, ezt a 720 millió forintos hitelkeretet, annak a tételes részletes elszámolása kellett volna. Ez hiányzik a küldött gyűlési anyagból. Meg hát itt a piktogramokkal kapcsolatban, itt nem is tudom, valahol láttam, hogy itt is elég magas összeget számoltak erre a Rákóczinál, de a 13-ban az egyik tagtárs teljesen felháborodott, amikor itt a hitelek felvétele volt, és ő írta, hogy 13. június 3-ai küldődésen elhangzott, hogy a menekülési útvonal jelző táblák, mármint a piktogramok, az 211 ezer forintba kerül a lépcsőházanként. Erre az összegre jeleztem, hogy lépcsőházokban elhelyezett piktogramok egyenkénti bekerülési költsége körülbelül 150 forint. A válasz az volt, hogy ez nem igaz, mert 550 forintért vásárolt a darabonként a lakásszövetkezet, vagyis minden lépcsőházban szintenként 3 darab piktogramot helyezettek ki a 10 emeletesekre vonatkozóan, az 30 darab, és akkor kiszámolta itt az illető, hogy az 16.500 forint, nem pedig 211 ezer forint, amit itt jelentek. És megkérdezte, hogy hol a különbözet. Tehát az a probléma, hogyha nem vagyunk észnél, és nem figyeljük a kimutatásokat, akkor nagyon-nagyon sok zavaros elszámolás van. Hogy azt említettem, a műsor elején többen fordultak hozzánk, következzen az első összeállításunk, az első vélemény. A lakásszövet tájékoztatási gyakorlata. Ennek része a tagok részére adott érdemi tájékoztatások hiánya. Ez miatt már többször megállapította a cégbíróság a törvénysértő működést, aminek következtében több százezer forint eljárási illetéket kellett fizetni a lakásszövetkezetnek a cégbíróság részére. Az érdemi tájékoztatás hiányához kapcsolódik, hogy ezekről a cégbírósági elmalasztalásokról a küldött gyűléseken sem az igazgatósági, sem a felügyelőbizottsági beszámolókban említés sem tettek. Ezen elmarasztalások miatt én már javasoltam a tisztségviselők tiszteletdíjának csökkentését is. Jól jellemzi a küldött gyűlés működését, hogy erre a küldöttek zöme az előző évhez képest emelt tiszteletdíjat szavazott meg a felelős tisztségviselők számára. Sok éve hallható az a szóbeszéd is, hogy túl drágán végezteti el a lakásszövetkezet az épületeken szükséges munkákat.
Példa erre a villámhárítókkal kapcsolatos árak, a nem szövetkezeti épületek 100 000-kel olcsóbban tudták elvégeztetni ezeket a munkákat. Saját tapasztalatom is van ezzel kapcsolatban. A lépcsőházi villanykapcsolókat a szövetkezet kapacitás hiány miatt nem csinálta meg, így én kerestem egy vállalkozót, aki megcsinálta volna ezt a munkát, ezért beküldtem a lakásszövetkezethez a vállalkozót. Erre néhány nap múlva megjelent a szövetkezet által foglalkoztatott villanyszerelő, mindjárt lett rá kapacitás, és 174 000 forinttél megcsinálták a munkát. Az általam talált vállalkozó 100 000 forinttél csinálta volna meg. Megszavaztak bizonyos felújításokat, munkálatokat, és ezeket nem végezte el a lakásszövetkezet. Ez ellen mit lehet tenni, azon kívül az emberek panaszkodnak? Hát nem tudom, tehát már sok mindent megpróbáltam, én ezt az egy dolgot tudtam kitalálni, hogyha a küldőgyűlés által elfogadott, megszavazott munkákat nem csináltatja meg a lakásszövetkezet, akkor legyen a közösségi megbízottnak joga arra, hogy ő keressen egy vállalkozót, aki elvégzi ezt a munkát. Mert ez miatt se prémium nincs, se tiszteletdíj csökkentésben nem részesítették eddig a tisztségviselőket a szövetkezetnél, se más hátrányos dologra nem figyeltem eddig föl. Értem, és akkor a lakásszövetkezetet nem lehet megkerülni? Hát eddig, mivel hogy az ügyvezető igazgatónak a joga és feladatköre a vállalkozókat kijelölni, hogy kivégzél az illető munkákat, ezért nekünk nem lehet ezt megtenni. Mert akkor mi történik? Hát az, ami például nálam is történt, ugye, hogy én kerestem egy villanyszerelőt, hogy mivel a szövetkezet arra hivatkozott, hogy nincs kapacitása a kért munkát elvégezni, beküldtem a szövetkezethez az általam kiválasztott vállalkozót, erre a szövetkezet által foglalkozott vállalkozót csinálta meg majdnem kétszer annyiért. Mi történik akkor, hogyha nem küldi be a lakásszövetkezethez a vállalkozót? Hát ugye azt nem tehetem meg, mivel a lakásszövetkezet szerződést köt a vállalkozóval, és én nem köthetek, nem, nincs jogosultságom erre. Nos, hát ez volt egy tapasztalat, ez volt egy vélemény. Azt hiszem, hogy itt is az információ hiány, az információ áramlás hiánya is kitűnik, de ezen kívül talán még más is. Igen, kitűnik az, hogy nagyon magas árakon dolgozik a szövetkezet. Egyrészt az, hogy nem tudjuk, hogy írnak-e pályázatokat, és hogy ezekre a pályázatokra kik jelentkeznek, vagy hogy egyáltalán pályázat nélkül vannak emberek, akikkel a szövetkezet szerződést kötött és végezteti a munkákat. De azt ezzel nem feltételezik egyébként, hogy gondos gazdaként jár el a szövetkezet, és mondjuk egyfajta magasabb fokú minőséget képvisel, Nem. Nem. A minőségem mindig gond van. Tudnék példát mondani, hogy küldőgyűlésen is a küldöttek is panaszkodnak a munka elvégzett minőségére, nem jók a vállalkozók, stb. De egy érdekes, a felügyelőbizottság feladatát egyetlen egy személy látja el, mert 7-ről 5-re, 3-ra majd 1 főre csökkentették a Farkas Béla vezette szövetkezetünknél. A Liszt Ferenc a következőket írja. A beérkező pályázatokat figyelemmel kísérten megfelelő pályázat lett kiválasztva. A pályázatok kiválasztásánál fontos szerep, hogy a pályázó rendelkezzen a szükséges feltétele, megfelelő tőkével kell rendelkeznie, stb. Na már most, először is a pályázatokkal gond van, hogy mi erről semmit nem tudunk. Az előbb említettem, hogy a Rákóczi utat. A Rákóczi útnál egy vérkomplex Karcz Kft. Végezte a felújítási munkákat, aminek ennek a Kft.-nek volt egy előzménye is, ez a Vérkomplex 81 erős áram és épületgépészeti BT volt. Hát itt egy Vérkomplex egy Kft.-vé alakult. Hát itt van, hogy felszámolási eljárást indított ellene a NAV például. Tehát a vállalkozóval, akivel végeztetek. Hát nem tudom, hogy tulajdonképpen alakítanak egy céget 250 fél millió forintért, egy Kft.-t, majd egy 15 milliós munkára, mondjuk, nem tudom, hogy vele végeztette a szövetkezet, vagy sem. De ugyanígy mondhatnék más példát is. Itt van ez az LK, épületgépészeti kereskedelmi Kft., aki ellen egy budapesti cég
elszámolás, tehát felszámolási eljárást kezdeményezett szövetkezetnél szintén munkákat kapott. Tehát itt a vállalkozók kiválasztásával kapcsolatban azért nekem vannak fenntartásaim. De nyilván az meg nem életszerű, hogy az összes lakót megkérdezzék, hiszen azért van egy szövetkezetnél, vagy azért van egy cégnél, most nevezzük cégnek, van egy vezetés, akinek nyilván az a feladat, hogy a megfelelő paraméterek mentén meghozza azt a felelősség teljes döntést, tehát hogy ez nyilván a szövetkezet feladata, gondolom, nyilván, inkább a körültekintést hiányolják. A szövetkezet feladata az, hogy körültekintően hozzon döntést, de a döntéshozatal előtt mindenképpen konzultálnia kellene a tagsággal. Hát a Farkas úr, itt van például, hogy mennyire farizeus a Farkas úrnak az állítása. 94-ben, mikor ügyvezető lett, azt mondta, hogy januártól rendszerváltás, hát beígérte a rendszerváltást. Mit ígér be? A lépcsőházi közösségek egyfajta mini önkormányzattá alakulnak át, autonóm egységként döntenek majd közös ügyeikről. Hát erről szó sincs. A minden nagyobb fokú döntés a tagság meg tudta megkérdezése, beleegyezése nélkül kész tények elé vagyunk állítva. Ezért aggályos az a másik farizeusi állítás a Farkas úrnak, amiben itt mondja, hogy a fehérvári polgároknak is jogos elvárása a tiszta becsületes közélet megteremtésein. A közéletet arra mondanám, a szövetkezetnél folyó ügyekre értem most a közéletet. Majd azt mondja, hogy mindig felháborított az, hogy a telep lakóinak sorsát érintő kérdésekben az itt lakó emberek véleménye, esetleges javaslattételét soha nem kérték ki. Minden sorsdöntő kérdésben már kész tények elé voltunk állítva itt. Itt aggályos ez a királyi többes, nem voltunk, ő állítja. Tehát Farkas úr állítja a tagságot. És ezt tartom nagyon visszatetszőnek. És még egy fel szeretném hívni a tagság figyelmét arra, hogy egyik törvényességi eljárásban, amit ellenük indít, a szövetkezet ellen indítottam meg, járt az ítélőtáblát, kúriát. Az ítélőtábla a következőket mondta. Mert állandóan azzal vádolnak, hogy jogaimmal visszaélek. Tehát jogaimat visszaélésszerűen gyakorlom. A főváros ítélőtábla és a kúria is ezt írta. Nem tekinthető rendeltetésszerű joggyakorlással való visszaélésnek, ha tag a szövetkezet gazdálkodásával kapcsolatos kérdések felvetésével, a szövetkezet gazdálkodásának módjáról, eredményességéről, annak költségeiről kíván tájékozódni. Tehát igenis, minden tagnak jogába áll, menjen be és kérje ki a lépcsőház elszámolását. Ellenőrizze azt, hogy a küldőgyűlési anyagban mit számolnak el. Mert sajnálatos módon se a lépcsőházi elszámolásokhoz, se a küldöttgyűlési anyaghoz. 16-ig, nem tudom, hogy lehet, hogy emlékszik rá, 16-ban volt az első alkalom, hogy a küldöttgyűlési anyagot a tagsághoz eljutott, úgyhogy a média közzétette, és az internetről le tudtuk tölteni. És akkor itt írja tovább a főváros ítélőtábla, a tag tájékoztatás kérésére irányuló jogát a szövetkezet alapszabálya nem szűkítheti, vagy korlátozhatja. Tehát ez jogerős. Ez egy jogerős döntés. Igen. Tehát minden tagnak felhívom a figyelmét, hogy igenis, hogy éljen ezzel a jogával. Menjünk tovább, hiszen van még egy összeállításunk. Fűtésünk az a költségmegosztók miatt, mi már 2007 óta nem fűtünk, mert nem lehetne kifizetni. Olyan irreális ez a készülék, ami nem a mennyiséget, tehát hogy amit én használok, hanem egy átlagszámot ad ki, és ezt szorozzák össze a légkőméteres fogyasztásra. És ebből kijön egy olyan, ami irreális összeg. Tehát nagyon sokan, nem csak én, nagyon sokan nem fűtünk. Ez kiderült akkor, amikor egy ominózis összejövetel után a szép hőnél az elégedetlenek megjelentek, és ott egy tájékoztatást kaptunk, amiről kiderült, hogy titkos paktum van a szövetkezet, a tekem vagy tehemnek hívek ezt a céget között, ahol a költségmegosztókat beszerezték állítólag jobbáron, de ezek a költségmegosztók nem hitelesítettek, nem mérnek rendesen, és ha valaki használja, akkor igen, nagy százezeket ráfizethet. Akkor a szövetkezet még az is probléma, hogy nem tájékoztatnak semmiről, tehát a küldött
gyűlésre elhatározó, vagy a vezetőségnek a gyűlésére megszólaltató dolgokat nem kapjuk vissza, mert a küldöttek, vagy a közös képviselők nem adják tovább a tagoknak. Tisztelt a kivételnek hozzáteszem, mert van azért egy-két képviselő, aki jó végzmunkát, de a többség sajnos nem. Tehát nem kapunk tájékoztatást, és például olyanokról sem, amikor a lakás felújítás megtörtént panelprogram, utólag jó pár évre rá kaptuk meg azt a tájékoztatást valahonnan hátulról, hogy az önkormányzat visszautalt 240 milliót, amiről nem tudtuk. És a szövetkezetet kéreztük, és akkor sundám-bundám nem akartak beszélni róla. Tehát ma se tudjuk, hogy pontosan mi lehet ez teljesen felhasználva. Akkor ugyanez volt, hogy hitelt. Hitelt azt úgy vettek fel, hogy nem tudtunk arra 720 milliót, amit kisebb részletekbe vettek és osztottak el, ami kiderült, hogy a gázszabványításnál elhasználtak valahol 150-170 ezer forintot fizettek például a Pajta úton, és amikor hozzánk értek a négy emeletesek, még egy emeletesben lakom, kiderült, hogy ingyen van, tehát az államnak a közbenjárása következtében nem is kellett volna fizetni. 92 óta nem hívják össze a közgyűlést, nem tudjuk a szövetkezettel szemben érvényesíteni akaratunkat, hogy szeretnénk leváltani, vagy nem vagyunk megelégedve a vezetőséggel. Hát nem tudunk semmit érni, mert a tag kollégáim már mondták, hogy sokszor volt a cégbíróságnál elmarasztalás is a szövetkezettel szemben, hogy nem adnak ki adatokat, és sajnos a szövetkezet továbbra se tartja be. Tehát hiába büntetik meg esetleg több százezer forinttal, vagy hiába hoznak határozatot, nem hajtja végre a szövetkezet, és nem jutunk hozzá az információkhoz. Nem lehet kilépni a szövetkezetből? Ők, mint tag kiléphetek, csak akkor az azzal jár, ha nem vagyok szövetkezeti tag, akkor magasabb a közös költség, amit kell fizetnem. Tehát és mi van, hogyha mondjuk egy ház, vagy egy tömb lép ki, úgy, ahogy van? Megtehetné, csak egyrészt az elszámolás nagyon nehéz lenne, másrészt meg olyan bírósági, tehát olyan ügyvédet kéne fogadni, aki ez összeset ellátna, nagyon sok pénzbe kerülne, és a lakók nem akarnak, tehát visszakoznak. Nem szeretnék azt, hogy évekig pereskedjünk, stb., mert a szövetkezeteket annak idején már szó volt róla, meg akarták szüntetni. De mivel annyi kölcsönt felvettek, hogy a lakók tartoztak részletekkel, nem lehetett volna elszámolni. Nos, hát itt azért néhány dolog elhangzott. Már a korábbi beszélgetéseink során is ezek a kérdések felmerültek. Én azt azért helyre tenném, hogy nincs titkos paktum a szövetkezet és a Techem között, hiszen ez egy együttműködés, ez egy élő megállapodás. Ez a titkos paktum idézőjelben, ez azt akarná, hogy a Techem köt a szövetkezettel szerződést, csak hiába van nekem is olyan eljárásom, hogy első fokon, másodfokon a kúria megítélte, hogy adják ki ezeket a szerződéseket, a szövetkezet nem hajlandó, vagy ha kiad is, olyanokat ad ki, hogy egy tíz oldal a szerződésben minden második oldalt. Tehát nagyon-nagyon aggályos itt ez az idézőjelben lévő szerződés, hogy nem tudhatja meg a tag, hogy mit akar. A szövetkezetből való kilépésnek az a problémája és az a gátja, hogy olyan SMS-t és alapszabályt alakítottak ki és fogadtattak el a küldöttek, amivel esélye sincs, hogy azt bárki is végigvegye. Az egyetlen egy megoldás az lenne, hogy új lakásszövetkezeti törvény jönne létre. Még két dolog itt a hitelekkel kapcsolatban, meg az LTP-kkel kapcsolatban, tehát 17-ben a küldőgyűlési anyagban a szövetkezet közölte, hogy 17-ben, 18-ban lejáró gázszabványosításra kapcsolatos hitelek felvétele, tehát annak a töll lesz folyosítására, tehát nem szabadon felhasználhatók lesznek. Ezt azért tartom aggályosnak, hát erre azonnal léptem Farkasúnak és jeleztem, hogy álljon meg a menet, a mi háztömbünknél is 19-ben jár le az LTP, lakástakarék pénztár, és mivel ugyanakkor közölték azt, hogy a négy emeletesek esetében nem vettek föl hitelt, akkor megkérdőjelezem, hogy milyen jogcímen merték azt leírni, hogy 12-ben lejártak, nem szabad felhasználásúak, és a hitelbe lesznek tőleszve. A hitellel való kapcsolat
kapcsolatos dolgokat még egy alkalommal jobb lenne tisztázni, mert nagyon sok kérdés merült fel. Köszönöm szépen, hogy itt volt, folytatni fogjuk a témát, és igyekszünk majd nyilván a sok-sok felmerülő kérdésre majd egy adás keretében a szövetkezettől is választ kapni. Köszönöm szépen, hogy itt volt, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet.